Üdvözlök mindenkit a Hídvasas Plakett KSI mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Először a vendégek mesteréhez, Horváth Jánoshoz fordulok, hogy értik el a találkozót. Hát mindenképpen szeretnék gratulálni a Vasasnak. Nekünk egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy egyáltalán egy ilyen olimpiai világbajnokkal felálló csapat ellen játszhatunk. Igazából ezért indultunk el az OB1-be. Picit szerettünk volna szorosabb eredményt elérni, ez a lőtt gólok számával elégedett vagyok, bár az első két negyedben azt hiszem egy gólt lőttünk, tehát az maga a katasztrófa volt, de utána az utolsó, második kettőben ott egy kicsit leesett rólunk a teher. A védekezéssel nem lettek elégedett, ugye 15 kapott góllal nem lehet az OB1-ben szoros eredményt elérni. Ugyanakkor meg tulajdonképpen mi ugye 4 edzéssel érkeztünk ide, mert 2 héti karanténban volt a csapat, tehát ebből a szempontból nem lehetek elégedetlen, és úgy gondolom, hogy a Vasas Magyarország egyik legjobb csapata, tele válogatott szintű klasszis, világklasszis játékosokkal, akik ellen még egyszer mondom, nekünk nagyon nagy élmény volt játszani, és nagyon nagy megtiszteltetés volt játszani, és még egyszer gratulálok nekik. Köszönöm szépen. Milyen volt ez vendég oldalról a vízben? Nagyon kemény volt. Elsősorban én is szeretnék gratulálni a Vasasnak. Azt gondolom, hogy az első negyedben ott azt csináltuk, amit Jani bácsi kért. Nem adottunk bele a mérkőzésbe, 2 gólt kaptunk. Utána a második negyedben már kicsit belealudtunk az elején. Utána a második félidőre sikerült gólokat lőni. Bátrabban lőttünk, de azért meglátszott, hogy a túloldalon kiáll. És köszönöm. Bóbis Mátéhoz fordulok, ugye a Vasas szempontjában az egy fontos meccs volt, hogy a UVS elleni pofon után kicsit rendezzük a sorokat, és azt hiszem, hogy ez talán az utolsó negyedet leszámítva jól sikerült, hogy láttad a mérkőzést, hogy értékeled? Igen, a fő célunk az volt, hogy megszerezzük 3 pontot, ezt mondhatom, hogy sikerült. Az első 3-4 játékával úgy gondolom elégedettek lehetünk a jelen helyzetünkben. A negyedik negyed az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nyilván itt a kapott gólokra gondolok elsősorban. Úgyhogy ezen nyilván majd javítanunk a jövőben, de mondom még egyszer, hogy a jelen helyzetünkben a legfontosabb 3 pont volt, amit úgy érzem, hogy magabiztosan sikerült hozni. Úgyhogy ennek örülök. Gratulálok ehhez, és végül Branislav Mitrovichoz fordulok. Hát Bane, a te védéseid is nagyon kellettek ahhoz, hogy nyugodt legyen ez a mérkőzés. Hogy láttad a kapuból? Hát jó, először szeretnék gratulálni a KSI csapatnak. Nagyon jó játszottak. Azután nekünk, amit Máté is mondta, nagyon fontos volt ez a 3 pont. Próbáltunk kicsit erősebb, szorosabb visszahozni a agresszivitás a védekezésbe, ami szerintem hiányzott nekünk a utolsó 3 meccsen. Az nagyjából sikerült 3/4. Úgy érzem, hogy a támadás is abból jött, ami nagyon fontos, mert szerintem a védekezésből jön a támadás, nem a támadás magából jön. De az utolsó negyeddel szerintem biztos nem tudunk elejér lenni, mert amikor úgy érzem, amikor elhittünk, hogy jók vagyunk, akkor a bajba bekerültünk, és mi egy fiatal csapat vagyunk, nekünk állandóan kell bizonyítani 37 percig, és szerintem ez még egy iskola nekünk, hogy még jobban kell figyelni, még jobban edzeni, és minden még jobban csinálni, mert csak az út a jó sikerhez. Köszönöm szépen mindenkinek, és sok sikert kívánok a csapatoknak!